Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója, először nézzük legfontosabb híreinket röviden. Kréta a papír helyett, többet tudhatnak meg a szülők az elektronikus ellenőrzőből. Maximum 2 kg, naponta ennyi gombát gyűjthet egy ember az erdőben. Jogerősen elítélték, 2 év fegyházbüntetést kapott az a férfi, aki egy 4 éves gyermekkel lopatott. 3 kanizsai is nyert a legszebb konyhakertek országos fordulóján, sőt az egyikük egy örökös díjat is hazahozhat vasárnap az Omékről. Ekkor adják át ugyanis a legszebb konyhakertek verseny elismeréseit. 3 kategóriában is remekeltek az országos versenyen a kanizsai kert tulajdonosok. A Kantó testvérek minikertjében sok minden megtalálható. Paprika, paradicsom, hagyma, borka. A gyerekek tavaly is versenyeztek. A harmadik hely is ugye mindenképpen motivált minket, hogy akkor még folytassuk, meg ugye mindig kiírnak valami újabb dolgot, ami ösztönzőleg hat a kertesekre, hogy most ugye bogárbarát, és akkor hát egy bogár hotelt is építettünk. A miklósfai németházas pár zárt kerti vegyes kategóriában nyert. Nagyon sok munkát belefektettünk ebbe az egészbe, és most megérett a gyümölcse a dolognak, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Ez tovább motiválja Önöket a kertgondozásra? Hát mindenképpen, úgyhogy szeretnénk tovább csinálni ezt, tovább fejleszteni. A zárt kerti zöldséges kert tulajdonosa harmadszor nyerte meg a kanizsai és az országos versenyt. Ezzel övé a kategória örökös díja. Ez a végleges díj azt jelenti, hogy többet ebben a kategóriában nem fognak díjazni. Dolgozni lehet tovább, díjazást nem fogok kapni. A versenyzőknek Dénes Sándor polgármester is gratulált. Ez öröm számunkra is, de a legnagyobb elismerés természetesen nekik szól, és hát együtt örülhetünk majd vasárnap ezen a díjátadón. Nagykanizsa immár az 5. alkalommal hirdette meg a legszebb konyhakertek helyi versenyét, amelyre 7 kategóriában idén 58-an neveztek. Jól működik a Kréta, vagyis a papír alapú ellenőrzőt helyettesítő elektronikus rendszer a kanizsai általános iskolákban. Ezzel a szülők napi szinten sokkal többet tudhatnak meg a gyermekek iskolai munkájáról, mint korábban. A tanári adminisztrációra és a szülőkkel való kommunikációra használt rendszer része az e-ellenőrző és az e-napló. Több kanizsai intézménnyel együtt a Rozgonyi úti általános iskolában is ebben a tanévben vezették be a Krétát. A pedagógusok az interneten vezetik a naplót, a szülők pedig a gyermek jegyei mellett a különböző iskolai információkat is megtalálják a rendszerben. A mulasztások igazolására ugyan megmaradt a papír alapú ellenőrző, de ebbe csak szülői kérése írják be az osztályzatokat. Sokkal több mindent tudhat meg a szülő a gyermekének az iskolai munkájáról, hogyha szülői oldalról közelítem meg ezt a kérdést. Nem csak egyszerűen az adott tantárgy adott jegyét láthatja mondjuk második osztály második fél évétől 8-ig, mert ugye az első 3 fél évben még szöveges értékelés van, hanem sokkal többet látja napról napra a gyermek a órarendjét, látja, hogy az adott órán mi történt, látja, hogy az adott értékelés milyen tananyagra vonatkozott, milyen típusú volt írásbeli, szóbeli, tehát számtalan olyan plusz információ megadatik a szülőnek, amivel eddig legfeljebb akkor szembesült, vagy akkor kaphatott róla képet, hogyha személyesen beszélt a pedagógussal. Egy nagykanizsai textilüzlet is csatlakozik az ország legnagyobb jótékonysági kávézásához, amellyel az első magyarországi gyermek hospice házat lehet támogatni. Az üzletbe holnap 9 és 17 óra között várják azokat, akik segíteni szeretnének. A jótékonykodóknak nincs más teendőjük, mint inni egy finom kávét, az italért pedig annyi pénzt adni, amennyit gondolnak. Az országos kezdeményezést a Dóri Ház indította el. Ez egy olyan hely, ahol végstádiumban lévő beteg gyerekeket kísérnek el életük utolsó pillanatáig. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat. Vállalatunknak nagyon sokat segítenek, sok támogatást kapunk, és mi is ezt szeretnénk viszonozni. Holnap, pénteken 22-én az ország legnagyobb kávézási akciójához csatlakozunk, amely a Dóri Házat támogatja. 4 éves gyermekkel lopattak el a vádlottak egy táskát tavaly nyáron a kanizsai strandon. Jogerősen 2 év fegyház lett a büntetés,
tájékoztatta szerkesztőségünket a zalaegerszegi törvényszék. Az elsőrendű vádlott és az ügyben másodrendű vádlottként szereplő élettársa tavaly júniusban a kanizsai strandon rábírták a velük lévő, közösen nevelt 4 éves gyermeküket, hogy magához vegyen egy őrizetlenül hagyott táskát. A vádlottak átkutatták a hátizsákot, amelyből egy telefont és pénzt vettek el, ezzel pedig 12 ezer forint kárt okoztak. Az ügyben idén áprilisban első fokon a nagykanizsai járásbíróság bűnösnek mondta ki az elsőrendű vádlottat, kiskorú veszélyeztetésének büntettében, valamint közvetett társtettesként elkövetett lopás vétségében és jogerősen 60 nap elzárásra ítélte. A másodrendű vádlott ugyanezen cselekmények miatt 2 év börtönt kapott és 3 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. A másodrendű vádlott ügye azonban ügyészi fellebbezés folytán a másodfokon eljáró törvényszék elé került, ahol a bírói tanács úgy ítélte meg, hogy a férfi nem társtettesként, hanem közvetett tettesként követte el a bűncselekményt, a lopás vétségét pedig kézrendbelinek minősítette, mert az eltulajdonított hátizsákban benne volt a közokiratnak minősülő diákigazolvány is. A másodfokú bíróság úgy döntött, a férfinak többszörös és különös visszaeső mi volt a folytán, nem börtönben, hanem fegyházban kell letölteni a büntetését. Az ítélet jogerős. Ne szedjen gombát, aki nem ismeri a fajtákat, tanácsolják a szakemberek. A leszedett gombát pedig minden esetben ajánlott szakértőnek megmutatni. Az esős őszi időszakkal együtt beköszöntött a gomba szezon is. A talaj minőségétől és a terület jellemzőitől függően egyre több gomba nő az erdőkben, mezőkön és réteken. Nagykanizsa környékén a homokos talajokon már pár héttel ezelőtt elindult a szezon, az agyagosabb, zalakaros környéki területeken viszont még csak most kezdődik. Az erdőterületen szabadon gyűjthető gomba mennyiségét törvény szabályozza. Az erdőterületen kizárólag tehát a saját célra lehet gyűjteni engedély nélkül gombát, ennek a mennyisége naponta 2 kiló személyenként. Nem bálványozzák, hanem írtják a bálványfát az erdészek. Folyamatos problémát jelent az erdőgazdaságoknak az invazív fajok térhódítása, de nem mindegyik ellen küzdenek. A nem őshonos növények közül a szándékosan kertészeti céllal behozott akác például ma már gazdasági jelentőségű. Az ország erdősültségének 1/5 alkotja, viszont több olyan növény is van, amelyet megpróbálnak kiirtani az erdészek. Napjainkban, ami nálunk, mint erdőgazdálkodásban komoly problémát okoz, az például a bálványfa. Ez egy Ázsiából szintén behozott növényről beszélünk. Szintén kertészeti célba hozták annak idején nagy eséllyel be ezt a növényfajt. Gyakorlatilag, ami problémát okoz ez az erdőgazdálkodásban, mint mondottam, ezek az invazív fajok, ezek gyakorlatilag olyan helyeken szaporodnak el, ahol egyébként őshonos erdőtársulások lehetnének, és bekerülve az országba, kihasználva azokat a tulajdonságaikat, amik alkalmasra teszik arra, hogy invazívá váljanak, valamint azt, hogy egy idegen területre bekerülve nincsenek kórokozóik, kártevőik, ezzel képesek gyakorlatilag kiszorítani azokat az őshonos és kívánatos erdőtársulásokat, fafajokat, cserjefajokat, amik egyébként a területen elvártak lennének tőlünk. Ugye a bálványfa az azért egy nehéz történet, mert igazából még nincs kiforrott technológia arra, hogy hogy lehetne ezt a növényt hathatósan visszaszorítani. Ott jártak, ahol a felhők születnek. Szűcs Imre atya a Felső templom plébánosa szervezésében csaknem 30 ember látogatott el Albániába, Duresbe. A tengerparti város felejthetetlen élményeket szerzett a kirándulóknak, akik a természeti látványosságok és gasztronómiai különlegességek mellett az albán nép vendégszeretetét is megismerték, valamint a Teréz anya tiszteletére létrehozott múzeumot is meglátogatták. Tiranában egyetlen római katolikus templomban volt vasárnap a szentmisénk, és egy Száriban lévő kedves nővér is ott volt, tehát Teréz anya lányai közül valaki ezen a szentmisén, illetve úgy érkeztünk oda, hogy még az albán mise tartott. Nagyon sok fiatal volt, zsúfolásig tele volt ez a templom, nyilván ne katedrálisra gondoljunk, hanem egy kisebb méretű templomra, de akkor is zsúfolásig tele volt, nagyon sok fiatal volt, és az ő miséjük után következett a magyar nyelvű misénk, és jó páran ott maradtak az albánok közül is. Pontosan azért, mert szeretik a magyarokat, hiszen Skander Bég Hunyadi Jánosnak volt a kortársa, és hogyha meghallották azt, hogy mi magyarok vagyunk, akkor
az utcán csak annyit mondtak, hogy Hunyadi János. És ez egy jó érzés volt. Ott magyarnak lenni. 4 EB és 3 VB érmet szereztek idén az utánpótláskorú női birkózók kanizsai edzőjükkel. Szatmári Zsolt az év elejétől nem csak a nagy kanizsai csapatot irányítja, hanem ő a magyar női kadett válogatott vezetőedzője is. A nemzeti csapatnál elvégzett munkáját rögtön siker koronázta, hiszen a nyári szarajevói Európa-bajnokságról 2 aranyérmet és 2 bronzérmet hozott haza a magyar különítmény. A szeptember elején Athénban rendezett világbajnokságon pedig a magyar csapat 3 tagja is 3. helyen végzett. A mostani csapatban 4 olyan versenyző került, akik már korábban szereztek érmeket a világversenyeken, és hát ilyen értelemben ez egy kicsit kötéltáncos dolog volt, de azt gondolom, hogy remekül tudtuk teljesíteni a feladatot, hiszen a nyár folyamán 2 aranyérem az Európa-bajnokságról, ugyaninnen 2 bronzérem és a világbajnokságról is 3 bronzéremmel térhettünk haza. A szövetségben vannak olyanok, akik különböző statisztikákat végeznek, és ez a statisztika azt mutatta ki, hogy ez minden idők legjobb női utánpótláskori eredménye, úgyhogy nagyon elégedettek és büszkék vagyunk. Kicsit nehéz és döcögös volt a felkészülés, hiszen nagyon sok versenyző közvetlenül a versenyek előtt megsérült, és hát nagyon sokat kellett úgymond tódani, fódani őket, hogy végül össze tudjuk drótozni megfelelően a világversenyekre. Azt gondolom az eredmények azt mutatják, hogy ez remekül sikerült. Híradónk végén jöjjenek még egyszer a legfontosabb hírek röviden. Kréta a papír helyett. Többet tudhatnak meg a szülők az elektronikus ellenőrzőből. Maximum 2 kg, naponta ennyi gombát gyűjthet egy ember az erdőben. Jogerősen elítélték, 2 év fegyházbüntetést kapott az a férfi, aki egy 4 éves gyermekkel lopatott. Ez volt a Kanizsa Televízió híradója, holnap is várjuk Önöket a képernyő elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!